Sziasztok! Említettem, hogy bekerültem az Uplift vezetőknek a Telegram csoportjába, és sikerült egy kis előnyt, vagy nem tudom, visszajelzést adni nekik, amit nem feltétlenül az én hatásomra, de megfogadtak. Ugye, aki figyeli a YouTube csatornákat, az főleg kriptonávét, az láthatta, hogy másodszorra is csinált egy upliftes videót, ami tehát a videón belül egy 2-3 perces rész volt az uplift rész, ami tök ugyanaz volt, mint az elsőnél. Az elsőnél még annyira nem vágtak ki a biztosítékot nálam, hogy ezt csinálja, de másodszorra már nem tudom, idegesítette az, hogy gyakorlatilag nem csinált más, csak fogt is a honlapot felolvastam. Aztán utána meg átment a dűn oldalra, és ott is a baromságot emelte ki, mégpedig az, hogy most itt szétválasztották, ezért ja, itt van. Ezt emelte ki, hogy van 2120 ember, aki tartja az upliftet, az lényegtelen, az nem az a lényeges dolog, meg ezt emelte ki, hogy mennyi a BUSD-ben, ami le van stékelve, mert igazából ugye ez az, akik stékelnek, akiknek a száma egyre nő, és ez lenne fontos, de semmi saját véleményt vagy magyarázatot nem adott, csak felolvastam a honlapot, és akkor erre itt láthatjátok a bejegyzésemet, és ahol leírtam, hogy én ugyan szeretem a kriptolábot, és szoktam nézni, de ez olyan érzést keltett be, mint a általános iskola 7. osztályban, vagy nem tudom, nem 7. osztályban, második osztályban olvasási gyakorlatot tartunk, és felolvassuk, nem tudom, több száz vagy több ezer dollárért a honlapot. Semmi saját gondolat, semmi érzelem, semmi olyan dolog, ami miatt ezért én saját személy szerint fizetnék érte. És itt többen is írták, hogy őnekik is ez volt a véleményük, és ugye Natalie, aki a promóciókért felelős írja, hogy ők is úgy érzik, hogy rossz munkát végzett, és meg is szüntetik a kooperációt vele. Több másik nagy youtuberrel vannak kapcsolatban, akiknek a nevét még nem lehet elmondani, de hát ugye nem kell nagy jós tehetség ahhoz, hogy kit lehetnek azok. Hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Azért remélem, akiket választanak, azok jobban fogják a munkákat csinálni, illetve nem tudom, hogy miben kapják a fizetés Upliftben, vagy esetleg USDT-be, vagy akármiben, de körültekintőbbnek kell lenni. Jó, nézzük a következő, ami egy nagyon fontos dolog, és nagyon fontos tanulság is számomra is. Persze, ugye mindig azt mondják a nagyok, hogy kell likviditásodnak lenni, hogyha jön egy lehetőség, akkor tudjál részt venni bennem. Ugye Jumbo-ban nem vettem részt, annyira nem nyűgözött le, hát most már bánom, hogy nem vettem részt belőle. Ugye 18-án, azaz tegnap volt a tokeneknek a legenerálás, és 20%-át megkapták az emberek, akik részt vettek ebben az egész, ugye 3 dolláron indult az egész, hogyha megnézzük most, mindjárt frissíti, egy Jumboért 13,5 dollárt fizetnek, úgyhogy egy laza több mint 4-szeres dolgot csinált egy nap alatt. Azt nem bírtam egyelőre megtalálni, hogy hol lehet valami normális helyen látni, hogy hogyan alakul a chart, a CoinGecko még nincs fel, CoinMarketCap-en nem kerestem még, de tök mindegy, nem is az a lényeg. Viszont ami nagyon fontos, az itt van, hogy a Jumbo most az első 48 órában, tehát tegnap elindult ez már, tehát most már 16-7-8 óra letelt ebből a 48 órából, akik kereskednek ezen a Jumbo Exchange-en, vagy likviditást adnak, azoknak airdropot fognak adni, hogy mennyit, milyen mértékben, hogyan, merre menni, azt nem tudom. Nem is ez a lényeges, hogy ha valaki vásárolt és 20%-a feloldódott, akkor nem kell más csinálni azt, csak az oldalra fölmegy, az oldalt ugye itt fönt ez a kis
mi ez, lánc, vagy nem tudom, milyen ikonra rámész, és ott tudod felhozni, és utána az Opera app-al gyakorlatilag ebbe a részbe jössz, itt fölül beállítod a Jumbo-t, mivel a Jumbo-t van, való viszont ne USDT-t állítsál be, hanem van ez a V-Near. Ez az, aminek van likviditása, tehát itt át tudod váltani, én azt javaslom, hogy felét, amit megkaptál, vásd át, és utána pedig a poolokba likviditást tudsz adni ennek, és így gyakorlatilag duplán tudsz keresni fele-fele a arányban mind a kettő maxolásával lehet ezt csinálni, illetve szükséged lesz arra, hogy egy NEAR walletet legyen, ami a wallet.near.org-on tudsz létrehozni ingyen egyet, sőt adnak nekem annak, amikor megcsináltam két hónapja 0,006 NEAR-t adtak, ami kellene is fog ahhoz, hogy össze tudjad kötni a Jumbo váltóval, arra is elment a lóvé, de hogyha nincsen Jumbo-d, akkor a receive-en keresztül gyakorlatilag akár megvehetszed a NEAR-t Binance-en, és akkor ide el tudod küldeni, akkor azt át tudod váltani W NEAR-re, tehát akkor itt a pár az nem Jumbo lesz, hanem NEAR, remélem van, igen, NEAR, NEAR-t átváltod VNEAR-rel, és a VNEAR-t pedig utána átváltod, vagy egy felét átváltod Jumbo-ba, és akkor tudsz a poolokban likviditást adni. Nem tudom, mennyi az API, nem írja ki. 671 ezer dollárnyi likviditás van benne, ami nem kevés, de nem is egy váltónál az nem egy nagy szám, úgyhogy azért 24 órán belül elég szépen ment fel a dolog. Úgyhogy a lényeg, hogy ez a tipikus esete annak, hogyha van 5 projekt, abban 4-ben részt veszel, 1-ben, amivel nem az lő ki, mint az állat. De hát ez van, mindent nem tud az ember megcsinálni, ezért is akarom majd a Hypert olyan szintre fölvinni, hogy ha vont egy 2000-3000 dollár, jöjjön úgy, hogy visszaforgatni is tudok, és a maradékot pedig be tudom rakni ilyen projektekbe. Most aki ugye a privát körében a Jumbo-nak részt tudott venni, ezek nem mi voltunk. Valahol itt volt talán egy igen, az ugye 1 dolláron tudta venni, az már 13,5-szeres csinált. Ez azt jelenti, hogy ami mondjuk őnekik TGA unlockjuk nem volt, tehát ők nem tudják eladni, csak 6 hónap után. De mondjuk 2 dollárért, hogyha meg tudta venni, akkor az egy 7-szeres, vagy majdnem 7-szeres növekedés az 5%-nak. Hát, ja. Igazából azt veszük a felszabadított mennyiségből, talán azok járnak a legjobban, akik a 3 dolláros körbeben voltak, 20%-át kiveszik, 4-szeresét, több mint 4-szeresét, ugye, amit megkaptak, 4-szeresen el tudják adni, az 80% van, tehát majdnem pénzüknél vannak az emberek, és a maradék 80%-ból meg lehet nézni, hogy hova jut ez a projekt, és úgymond a tőkédnél vagy majdnem, jó, még majd, amikor a következő hónapban felszabadult, még el lehet adni egy 10%-ot, és akkor gyakorlatilag pénzednél vagy, amit ugye a következő projektben majd be tudsz rakni. Jó, nézzük, amit tegnap elkezdtünk az NFT for Play-nek a játékát, és tegnap azt csináltam a videó után, hogy amit mondtam, hogy túl nagy volt az a költség, és ezért a withdraw immediately, vagy valami hasonló, mindjárt nézem, immediate withdraw-ra mentem rá, ami vele azonnal kivette a likviditást, vissza tudtam fordatni, viszont ha jól emlékszem, ilyen 400 valamennyit kamatozott nekem az a 13-4-5-6 óra alatt, és körülbelül 200 tokent ebből az NFT for Play-ből levont, úgyhogy ez annyira nem volt jó húzás. De nézzük, most 514.03, ide beírjuk, hogy
514,03, amit kiveszek. Egyébként, amit ír, itt ír ki fit, ez a valóságban nem ennyi lesz, kevesebb lesz, de ennyinek azért rajt kell lenni a számládon, hogy meg tudja csinálni. Meg is van, hogyha ráfrissítünk, akkor elméletileg fölülre fölkerül az 514, ott is van. És akkor most megpróbálom itt a sima bidrót, ez a 445,05-öt kivenni. Nem tudom, hogy ez milyen gyorsan vagy lassan fogja ezt csinálni. Fiben egyébként mind a kettő hasonló, tehát nem egy nagy összeg volt, amit elkért. És kíváncsi vagyok, hogy most is ebből az 500 akármennyiből mennyi csinál. Tehát 5200 valamennyi, 200-300. Ó, bakker, ez 7 nap alatt szeri ki, akkor viszont a szívás, akkor azt nem csinálom most meg. Tehát akkor ez a kettő közötti különbség. Na mindegy, itt most akkor a tanulópénzt megint megfizetem, de a lényeg az, hogy jelentős mennyiséget veszítesz, hogyha azonnal kiveszed, viszont egyből vissza tudod forgatni. Úgyhogy, csak amíg veszed ki, hogyha sima withdrawal csinálod, akkor lehet, hogy addig meg ugye a likviditás nem nyomatja, tehát akkor 7 napot elveszítesz vele. Igen, mondjuk furcsa is volt, hogy olyan nagyon sokat lehetne ezzel keresni, idézőjelben nagyon sokat. És akkor ugye visszakerül a BUSD is, és az NFT for Play token is. Meglátjuk, hogy mennyi, 445,05 volt, ugye, amit ilyen határszámot, vagy mérőszámot létrehozott, látjátok, ki is került. Most már ugye 390,73, ugye tegnap még 510-20% volt, de mindegy, hogyha ráfrissítünk erre, aha, 5430, hát ez nem rossz, mert ezzel hozzáadhatom ehhez, ha jól látom, na nézzük, hogy hozzáadja-e, és akkor jó, mert az 5400, akkor nem mond olyan sokat, akkor az király. És akkor még 3 dollárt hozzáad. Tehát nekem ebből a 80 dollárból olyan napi 3 dollárt környékén csinál. Úgyhogy ugye a 0,06-ra leesett, vagy 61-re leesett a 0,08-ról az árfolyam, úgyhogy abból a szempontból nem olyan rossz ez. Jó, és akkor most király, 5952, azt beírjuk ide, hogy na mindegy, úgy írom, hogy 5952,39. Jó, és BUSD-ből 35. Az mondjuk érdekes. Ez 453, mert ebből úgy tűnik, hogy csökkent 3-mal, 35,2371. Akkor viszont úgy az már annyira nem akkora izém buli, hogyha 3 dollárral meg azokat azt a részt csökkenti. Na mindegy, megnézzük, hogy itt akkor rá erősítünk, újra frissítjük az oldalt, és akkor ide fölírjuk a 453,04-et,
Steak now. Ezt gondoltam, hogy most ezt megint ezt csinálja. Miért nem csodálkozom ezen az egészen? Na, próbáljuk meg még egyszer, aztán, hogyha nem sikerül, akkor nem tudom, hogy mit fogunk csinálni, akkor várnom kell. Aha. Jó, hát nem fogunk 100 dollárt kifizetni azért, hogy ez bekerüljön oda. Addig akkor a sima likviditási poolban van bent. Egyébként, ha meg akarod szüntetni, akkor itt visszamész egyet, és akkor lehúzod és a remove-val tudod eltávolítani a dolgot, de most ugye ezt most nem akarom megcsinálni. Na, próbáljuk meg még egyszer. Úgy látszik, hogy ez a 9 órás időpont, ez ilyen. Bár tegnap, mondom, a videó után egyből megpróbáltam, úgyhogy ez az immediate visszavonással kivettem, és egyből normális árat csinált, úgyhogy és hogyha kevesebbet csinálok, mondjuk csak ennyit próbálok meg. Bakker! Na hát akkor ez megint egy tanulság, hogy akkor nem az egészet kell beírni, ott lehet, hogy megint valami kerekítési téma van, és azért nem engedi. Úgyhogy akkor valószínűleg ez. Mondjuk annak a kis esélyt látok, hogy háromszor megpróbáltam, nem sikerült, és négyszer, amikor változtattam, akkor ment át, úgyhogy én gyanítom, hogy ez a dolog, hogy nem szomra az összeset, akkor ugye átrakni. Jó, hát azt mondom is, hogy hogyan fogom csinálni, hogy minden nap fogom ezzel az immediate-tel kiveszegetni, még holnap megnézem, hogy akkor is levonja ezt a 3 dolláros témát, ez beírt azt a 35. Igen, 35 dolláros akármennyit. Ha levonja, akkor viszont elgondolkodom rajta, hogy érdemes-e az egésszel foglalkozni. Egyébként ezek a likviditások azért is jók, mert hogyha ilyen lefelé irányuló piac van, vagy oldalazott, de ilyen lefelé irányuló van, akkor ezzel tudsz valamennyi token darabszámot növelni, és ezzel ellensúlyozni valamelyest az árfolyam esést, és majd, hogyha fölmegy az árfolyam, akkor ugye duplán nyersz vele, ha nem, akkor meg ugye valamelyest tudja kompenzálni, főleg az ilyen új tokeneknél az árfolyam esést. Jó, tehát Jumbo az úgy tűnik, hogy nem volt egy rossz veszállalom, még 3 dollárnál sem sok minden lehet. Aki érdekel és meg tudja csinálni, az csinálja meg a kereskedést, én is megpróbálok majd lóvét szerezni, talán meg tudom csinálni, 48 óra van, tehát ez valamikor holnap délután 4-5-6 óra magasságáig tart, tehát kereskedni kell, de hogyha likviditást adsz, akkor azzal is bent leszel abba a poolba, ami a nyereményeket kioszi, az airdropot kioszi, jó? Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!